A Vöröskereszt megyei szervezetének gazdasági munkatársai dolgoznak a nyíregyházi Malom utca épület emeleti irodájában. Ezt a helyiséget is a közelmúltban alakították ki egy infrastruktúrális beruházás részeként. Még 2017-ben indult el egy közel 650 millió forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló országos fejlesztési program. A karitatív szervezet 11 épületében több mint 4000 négyzetméteren. Ennek célja az volt, hogy az általuk nyújtott szolgáltatásokat nagyobb hatékonysággal, magasabb minőséggel tudják végezni. Nagyon fontos volt számunkra, hogy azok az ügyfelek, akik személyes ügyintézés érdekében fordulnak meg nálunk, egy modern környezetbe tudjanak érkezni, de ugyanilyen fontos volt az is, hogy azok a munkatársak, akik az életük jó részét itt töltik a munkahelyükön, minél komfortosabban és minél jobb technikai feltételekkel tudják a munkájukat végezni. Úgyhogy ebből a beruházásból nagyon sok irodabútort, munkaállomást tudtunk vásárolni, tudtunk igényelni. Emellett számítógépeket, nyomtatókat, csecsemőápolás és ambubabát, illetve defibrillátort is be tudtak szerezni, amelyek az állandó munkatársak mellett az első segély tanfolyamon oktatók és tanulók dolgát is megkönnyítik. A fejlesztés során egy akadálymentes mosdót is kialakítottak, mellyel az épület teljesen akadálymentessé vált. Az itteni fejlesztések még 2018-ban megvalósultak, az országos program azonban most ért véget. Az ennek alkalmából meghirdetett sajtótájékoztatón a megyei igazgató arról is beszélt, a humanitárius szervezetnél az infrastruktúrális fejlesztésekre van a legkevesebb lehetőség. Ezeket saját tőkéből nem is tudják megoldani. Addig, amíg mások számára, vagy egy for-profit cég számára az, hogy megfelelő számítógépeket, laptopokat tud vásárolni, ez nem jelent különösebben kihívást. Addig, mivel ez egy olyan non-profit szervezet, mondjuk a megyei szervezet, ami több mint 30 főt foglalkoztat, ennek a 30 főnek a technikai infrastruktúrát, ha csak egy-egy laptoppal számolunk, aminek egy elévülési ideje azért 2-3 év, akkor lehet számolni azzal, hogy ezek a technikai eszközöknek a kihordási ideje nagyjából 2-3 év, tehát 2-3 évente ezt az eszközparkunkat meg kellene újítani. A mintegy 25 millió forint értékű fejlesztés a diszkrétebb ügyintézésre is lehetőséget ad Nyíregyházán a veszélyeztetett hátrányos vagy krízis helyzetben lévők számára.